Szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket itt a márciusi Zen táborunk Dharma beszédén. Hallhattál egy kiváló bevezetőt Attilától. Mennyi kell ahhoz, hogy felébredj? Elég az, hogy leesik egy könyv a könyvespolcról? Vagy elég az, hogy belerugsz az asztal sarkába és fáj? Vagy esetleg egy papagáj halála kell hozzá? Vagy esetleg az, hogy hallasz valakit, aki elmeséli a papagáj halálát, és azt mondja neked, hogy halihó, ébredj föl? A régi korok zenmesterei sokszor csak így tanítottak. Jön a tavasz, magától nő a fű. Kisüt a nap, kirügyeznek a fák. Ahogy ezt láthatjuk is az iroda mellett, a fűzfa már rügyezik. Alatta nőnek a hóvirágok. A madarak csicseregnek, amikor jó idő van, amikor jön a vihar, lehűl az idő, akkor már nem csicseregnek. Régen ennyire egyszerű volt a tanítás, amelyen rámutattak a világ működésére. És hogyha megnézed ezeket az ilyen enyhe, mindennapi igazságokat, ami egyáltalán nem drasztikus, hozzászoktunk. De ha megnézed közelebbről, mindegyik egy csoda. Mitől nő az a fű? Mitől rügyezik ki a fűzfa, ami még néhány hete teljesen csupasz volt? Mitől tudják a madarak, hogy szépen kell csicseregni? Mi ez, ami működteti ezt az egészet? És mi az, ami látja? Mi az, ami hallja? Mi az, ami tapasztalja? Mi az, ami elgondolkodik rajta, hogy mi ez, ami ezt működteti? És hogyha ezt a gondolatmenetet követed, akkor egyszer csak eljutsz egy olyan pontig, ahol már nem tudod tovább gondolni. Hiszen nagyon sok mindent mondtak már az emberiség történelme során erről, hogy mi ez, ami ezt működteti, mifelénk leginkább azt mondták, hogy hát Isten. Keleten mondjuk mondtak olyat, hogy hát a Tao, vagy az energia, vagy az abszolútum, a teljesség, az üresség. De ha megnézed, ezek is mind fogalmak. Az elme által alkotott fogalmak. Ugyanez igaz az igazi önvalóra is. Hiszen van valami itt ebben az egészben, ami mindenben ott van, ami által minden működik, mégis fogalmilag nem tudjuk megragadni. Nincs mit fogni rajta. Ezért nem is tudunk fogalmat alkotni róla. Hiszen a gondolatok és a szavak is onnan jönnek. Úgyhogy, ha eleget morfondírozol ezen, az akkor leállítja a gondolkodásodat. És visszajutsz a gondolkodás elé. Vagy hogyha ez nem menne, akkor eljössz egy ilyen dharma beszédre, és be fog következni ez. Amikor csak hallod ezt, amikor csak tapasztalod ezt, abban a nanoszekundumban, millisekundumban, akkor csak ez volt a tudatodban. És akkor tapasztalsz valamit, ami mindennek a lényege. Ha föltesszük azt a kérdést, hogy mi a lényeg, mi mindennek a lényege, akkor ennyi, amit válaszolhatunk. Mi ez, ami hallja ezt? Mi ez, ami látja ezt? Mi ez? Ez az első, de egyik legfontosabb pont
a zen gyakorlatban. A lényeg és annak tapasztalata, hogy ide eljuss. Ezért csináltuk mindazt a sok gyakorlást, amit a tábor kezdete óta műveltünk. De van tovább, itt nem állunk meg. Ugyanis ennek a lényeg tapasztalatának van egy következménye, egy másik oldala. Hogyha csak látsz, csak itt vagy, csak hallasz, csak tapasztalsz, csak érzel, akkor mindaz, amit látsz, hallasz, érzel, tapasztalsz, az maga az igazság. Az igaz, abban bízhatsz. Miért nem látod egyébként az igazságot? Ennek nagyon egyszerű oka van, úgy vagyunk fölépítve, hogy folyamatosan megy ez a gondolatfolyam, amiről már az elején is beszéltünk. És benne vagyunk, és gondolatokból vágyak jönnek, azok vezérlik az életünket, és megyünk, egyik lépésről a másikra, és valóban olyan ez, mint ahogy a régiek mondták, minthogyha alva járnánk. Minthogyha valaki fölkelne az ágyból, de nincs magánál, és csak támolyogna, néha neki megy a falnak, aztán visszafordul, de nem igazán tudja, hogy hol van, és sötét van a szobában. De hogyha leállítod ezt a gondolatfolyamot, leállítod mindazt, ami a következménye, a vágyak és a taszítások, akkor minden úgy jelenik meg, ahogy van. Megnézed azt, hogy ez az álomkór és ez az élet, ez hogy működik, akkor azt látod, hogy ezáltal nagyon énközpontúak vagyunk. És igen, néha nagyon-nagyon arrogánsak tudunk lenni. Nem biztos, hogy szándékosan, de bekövetkezik. Gondolj bele, hogy még vallásos embereknél is egy ima, elmond valaki egy imát, az is mennyire vágyközpontú, énközpontú tud lenni. Jaj, Istenem, add meg, hogy jó nőm legyen. Add meg, hogy jó férfim legyen. A Istenem, add meg, hogy gyönyörű szép autóm legyen, vagy eljuthassak a Seychelle-szigetekre, és onnan posztolhassak. Lefényképezhessem magam, hogy itt vagyok. Vagy eljuthassak egy aranybutha szobor elé, és lefényképezhessem magam, hogy itt vagyok, irigyeljetek. Ugye? És még akár egy imának is lehet ez a tartalma, hogy adja meg az élet, hogy jó legyen. És ha nem adja meg, akkor meg ebből elkezdünk sírni, hogy fú, elvették a nyalónkánkat. Ajjaj, ez így nem lesz jó. És sokszor még a teremtőt is, az univerzumot is pumpolni akarjuk, hogy írja át a teremtését, írja át a darmát, a törvényeket, és legyen úgy, ahogy mi szeretnénk. Tényleg legyünk mi a legnagyobb figyelemnek örvendő, legirigyelhetőbb emberek a Földön, és akkor mindenkit nézzen ránk, hogy hú, de szexik vagyunk, hú, de jók vagyunk, hú, de tehetősek vagyunk. Na és ez olyan, mint az álom. És nagyon nehéz belőle kikerülni. De hogyha meg tudod engedni azt, hogy itt vagy, és csak figyelsz, és tanulod ezt a figyelmet, tanulsz újra látni, tanulsz újra hallani, tanulsz újra érezni, gondolkodni, akkor az az igazság lesz. Ugye azt mondjuk, hogy dharma terem. A dharma nagyon sok mindent jelent, jelenti a tanítást, a tant, jelenti a törvényt, jelenti az összes jelenséget, a jelenségeket önmagukban. Ennek közös gyökere van, a dharma az, ahogyan a világ működik, ahogyan ténylegesen működik. De nem csak a világ, ahogyan mi is működünk. Szeretjük ezt ketté választani, hogy van a világ, meg vagyok én. És akkor én rám talán a világnak a szabályai, a dharma nem vonatkozik. Valójában mind a kettőre vonatkozik, és ide a dharma terembe
Azért jövünk be, azért hívják így, hogy belehallgassunk a csendbe. Hogy figyeljünk arra, hogy mi van a világban. Mi ez a működés. Nem mi akarjuk megmondani a tutit, hogy ez hogy van, hanem próbáljuk tapasztalni, hogy hogyan van. És ez egy teljes megfordulás ahhoz képest, hogy ide nekem mindent, és irigyeljenek. Hogy van ez valójában? Úgyhogy ezért jövünk ide be, hogy meglegyen a lényeg tapasztalata, és a lényegben tükröződhessen az igazság. Úgy, ahogy a világegyetem működik. Benne, velünk együtt. És azért jó a zen, mert nem hagy meg ezen a ponton. Ez két fő pont volt eddig, de van egy harmadik is. Szoktuk mondani gyakran, hogy még egy lépés szükséges. Hiszen nem elég megmaradni annál, hogy minden tisztán látsz. Mert ha magadat is tisztán látod, akkor fölmerül itt egy nagy kérdés. Hogy oké, a növény tudja, hogy hogy kell viselkednie. A madarak tudják, hogy hogy kell viselkedniük. De te tudod? Minek élsz? Mit csinálsz ezen a világon? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és kevesen teszik föl ezt alaposan. Hogy te tulajdonképpen minek vagy? Azért, hogy kielégítsd az ösztöneidet, az élet ösztönödet? Miért eszel? Miért jó az, hogy bejössz napjába háromszor, és eszel? Hogy otthon is eszel? Hogy túlélj, igen, de miért élj túl? Mire jó ez? És ebbe a kérdésbe is mélyen érdemes belemenni, mert hogyha csak fotózod magadat az Instagramon, és akarod, hogy irigyeljenek, most csak egy példát mondok a sok közül, az ösztönkiegészítés, ösztönkielégítésnek ösztönkielégítés, figyelemvágy kielégítésnek figyelemvágy kiegészítés, de mire jó ez? Minek van ez? Ha csak ezt csinálod, és csak énközpontúan, agresszíven élsz, akkor miben vagy más, mint egy állat? Az is szépen elédegél, és az ösztöneit kielégíti. Úgyhogy, ha az a kérdés, hogy mit adhat nekem az élet, még milyen gyümölcsöt szedhetek le, ha ez idejét múlja, és megnézed ezzel a tiszta látással, akkor ez a kérdés átalakul. Például azzá, hogy mit akar tőlem az élet? Ez majdnem ugyanaz a kérdés, csak a másik oldala. Vagy hogyha Isten hívő vagy, akkor nem az, hogy mit kérhetek én Istentől, hanem mit szeretne tőlem Isten? Vagy még egy nagyon alapkérdés, amivel mindenki dolgozik, hogy mi a dolgom? Mit kell nekem csinálnom? Mi a küldetésem? De sokszor ezen úgy gondolkodunk, hogy hát jöjjön a csodálatos sugallat, aki megmondja, hogy Pistike, neked kell lenni ennek meg annak. Nagy zenésznek kell lenni, híresnek. Vagy Marika, hát neked szexidolnak kell lenni, színésznőnek. Várjuk ezeket a nagy sugallatokat, és nem jön. És hogyha egy kicsit darmikusan átfordítod ezt a kérdést, és a mélyre mész ennek, hogy mi a dolgom, akkor nézz körül, mire van szükség. Fogsz látni magad körül embereket, egy csoportot, egy családot, egy országot, egy világot. Mire van szükség? Hol tudok én ehhez hozzájárulni? És általában elég hamar és elég gyorsan megmutatkozik ez a szükség, amihez te kapcsolódni tudsz a saját képességeiddel. Lehet, hogy nem lesz először annyira csili-vili, mint gondoltad, de hasznos lesz. És akkor ez a mély vágy, hogy figyelmet akarunk, meg azt, hogy irigyeljenek minket, ez át tud változni, és
fontosabb tud lenni az, hogy irigyeljenek, hanem hogy tudok-e valami tiszteletre méltót tenni. És itt most nem a tiszteletem van a hangsúly, hogy tiszteljenek, mert tiszteletet igazándiból kiharcolni, kierőszakolni nem lehet. Félelmet meg irigységet lehet kierőszakolni másokból. Tiszteletet, szeretetet nem. De mi az, ami ettől mélyebben van? Mit tudok én adni a világnak? És ez az, amit úgy hív a hagyomány, hogy az igazság működése. Tehát rendben van, tapasztalatod a lényeget. Nehéz, de lehet. Oké, megvan. Látod, hogy mi az igazság. És akkor mi van? Az, hogy ez az igazság hogyan működik. És ez egy olyan csavar a zenben, ami egy egészen különleges dolog. Hogy oda irányít, hogy az egyetlen releváns kérdés, hogyha szenvedés problémát látsz, hogy miben segíthetek. Úgyhogy bevezetőnek ennyi elég is, és akkor azt kérdezem tőletek, hogy miben segíthetek. Az lett volna a kérdésem, hogy mi az a középút, a vágyak kielégítése és az elfolytása között. Azt hiszem, hogy a beszédedből nekem az sugárzott, hogy meg kell magamtól kérdezni, hogy mire van valójában szükségem. Ez lenne a kérdésem. Az első fele. A második az már csak ilyen gondolkodás. Jó. Tehát az első, a kérdés lényege, ugye, ha jól értelmezem, akkor az, hogy mi a középút az elfolytás és a vágyak kielégítése között. Igen. És ez egy nagyon jó kérdés. Ez megadja a muníciót a gyakorláshoz. Már önmagában ez. Hiszen mindenkinek vannak vágyai, és vannak természetes vágyaink, amik természettől adódóan vannak, hogy eszünk, éhesek vagyunk, ezért eszünk. A nemi vágy is teljesen természetes, ott van. És még nagyon sok alvás, egyebek. És ezekkel a probléma, és azért kerülnek elfolytás alá, mert ha folyamatosan minden vágyamat kielégítem, akkor nem leszek társadalomképes. Nem tudok a csoportba beilleszkedni, mert az, hogyha mondjuk akár csak eljövünk egy ilyen zen gyakorlatra, hát moderálnunk kell magunkat. Tehát ugye például nem lehet bejönni és ide pisilni a dharmaterem közepére, bármennyire is szeretnénk. Mert nem lenne jó. Főkének törölni, meg fertőző, meg mindenféle ilyesmi van. Úgyhogy hát ezért van az, hogy belül valami lekorlátoz, ezt úgy nevezte anno Freud, hogy a felettesén. Hogy belsővé tesszük a szabályokat, és akkor ez nagyjából úton tart minket, hogy tudjunk viselkedni. Úgyhogy ez az emberi helyzet. Csak ennek tudjuk a szorítását érezni, néha folytogatónak. Illetőleg, hogy ha nagyon elnyomunk sok mindent, az általában megbosszulja magát. Úgyhogy itt megint csak visszautalok erre, hogy ezt a pontot kell nagyon sokat tapasztalni. Olyan helyzetbe kell hozzad magad, hogy ez meglegyen. Miért? Mert ez egy biztos menedék. Mert addig, amíg a gondolataid, a vágyaid, a karmád, a személyiséged szintjén van, addig abból a körből nem tudsz kilépni. Mert mondhatod, hogy jó, hát most a 23. nőt nem kéne meghágni, de miért nem? Hát jön ott a csakra, meg a energia lemozog, a csí, és akkor én akárhány csikungot csinálhatok, az is úgyis le fog oda mozogni. És akkor miért ne? Hát miért ne? Ugye? És azon belül, ha én központú maradsz, erre nincsen válasz. Hát persze, hát akkor menjél. Csak hát a probléma ott adódik, hogy azzal egy csomó szenvedést legyártasz, és tudjuk, hogy miért nem. Tehát ha mondjuk az erkölcsiségnek egy magasabb szintjét nézzük meg, akkor általában ott az van, hogy hát azért nem teszek meg valamit, mondjuk nem megyek oda, és most verlek agyba főbe,
Mert nagyon rosszul esne nekem, hogy utána véresen fogsz kimenni a darmateremből. És... Nekem is. Hát igen. Na, látod. Tehát, hogy ez. Úgyhogy, ha ezt az egészet, a vágyakat, gondolatokat le tud állítani minél többször, bármelyik technikával, mantra, leborulás, meditáció, akkor kilépsz ebből, és rá tudsz nézni. És tapasztalod azt, hogy oké, okay, vannak vágyaim, gondolataim, szükségleteim, de én ettől több vagyok. És akkor nem az van, hogy azt kell mondanod, hogy nem, csúnya vágy, nem, nem megyek, én akkor inkább aszkéta leszek, erényövet is fölteszek. Ugye, ez a másik oldal. Hanem mindig az van, hogy ha mondjuk elképzelsz egy nagy kereket, akkor a középút az, ami középen van. Tehát bármelyik küllő mentén elindulhatsz középre, ez az, hogy szépen leválasztódsz arról a dologról, ami a tudatodban megjelenik, és csak szemléled. És mész, és bejutsz a közepébe az egésznek. És akkor onnan az összes küllőn keresztül láthatsz mindent. És akkor ez nem elfolytás. Mert látni látod, sőt, be is vallod magadnak legalábbis. Ez nagyon fontos, mert sokszor még a meditációs praxisban is lehet egy olyan veszély, hogy ezt a fene nagy tisztaságot, meg szentséget, és ezt arra használjuk, hogy elkerüljük a szembenézést, hogy megtörténik meditáció közben, és hogy hát ott olyanra gondolsz, és akkor ott ugye beindulnak folyamatok. És akkor mi van? Az is a valósághoz tartozik. Tehát, hogy egyik vágy, egyik helyzet se lepjen meg, hanem ismerd meg. De ez akkor lehetséges, ahogy mondtam, hogy megtalálod és tapasztalod ezt a biztos pontot, ahonnan nézhetsz. Igen, köszönöm szépen. A menedéket, igaz? Hogy? A menedéket. Hát igaz? A menedéket, igen. Meg a magas lest, meg a kilátópontot. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És hogyha mindez megvan, menedék, a kilátópont, a magas les, akkor azt is félre kell rakni. És hogyha ez megvan, utána menj, és így áll egy teát. Köszönöm. Mikortól lehet a mi a dolgom kérdést föltenni? Hát már most föltetted. Hát, hogy... Úgyhogy föl lehetett tenni. Az a kérdés, hogy mikortól szabad föltenni. Azt is egyébként bármikor. Nem rossz ez a kérdés, csak bonyolult egy kissé. Tehát beindíthat az elmében rengetegféle gondolatot. Kezdeti fázisban, amikor elkezded a zen gyakorolni, jobb megmaradni a minél egyszerűbb és tisztább gyakorlatnál. Mert még azt is tanulod, hogy tant ilyen, meg hogy leborulás, meg hogy is van ez az egész. Úgyhogy akkor tapasztalatom szerint minél testibb, minél tapinthatóbb a gyakorlat, meg a figyelem tárgya, annál jobb. Vagy csak a tér és hang, vagy a nagy kérdés. A nagy kérdés az azért kivétel, az is már egy picit bonyolultabb, viszont nagyon lecsupaszított. Ugye ez a nagy kérdés ez abból ered, hogy ki vagyok, de még nem is így tesszük föl, hanem úgy, hogy mi ez. Hogy még a vagyokság, meg a kiség se legyen benne, mert még abból is elindul, hogy ki vagyok, hát Buddha, a lélek, stb. Stb. Ami mind meg egy rávetítés. Úgyhogy ezek az egyszerűbb dolgok. Ha már van tapasztalatod, tehát ez, amit itt most már nagyon sokszor Laci örömére a fülhallgatóval mutatok, hogyha ez nem csak ekkor van meg, hanem tényleg abban, hogy ülsz, és az kell hozzá, hogy a mi a dolgom kérdés aztán menjen. Tehát, hogy meglegyen a tiszta tükör. Mert
mehetsz be a fürdőszobába, amikor fürödtél, és ugye bepárásodott az egész, és odaírhatod rá az ujjaddal, hogy mi a dolgom, próbáld ki, de ott lehet, hogy a szemedet látod, de nem fogod az egész arcodat látni. Úgyhogy ez a látszólag kevésbé produktív út, amit mondok, hogy ülj le, azt meditálja. Minél egyszerűbben. Ez olyan, ezt nem szoktuk szeretni, ez olyan, hogy úgy, valami kis hétvégi kurzus a helyett nincs, ahol beszélnek és megmondják, hogy mi a dolgom. De ahogy a Tao Te Ching-ben van, a nagy út az néha olyan, mint ha visszafele vezetne. Tehát, hogy egy olyan oldalról fogod meg a dolgot, amire nem számítanál, hogy majd eredményre vezet, csak leülsz és vagy csöndesen, de akkor tudsz kikerülni abból, ami itt van. Mert egyébként a mi a dolgom is, bekerül oda a szamszárikus körforgásba, és megy körbe, és körbe, és körbe, és körbe, és nem szabadultál meg. Nem ébredtél föl az álomból. Két ember meséli egymásnak az álmát, és nem veszik észre, hogy még mindig egy álomban vannak. Ez Sung San Zen mester egyik verse. Úgyhogy nyugalom, több hónap, év, valamelyik egyszerű gyakorlattal, és ha addig nem jött magától, hogy mi a dolgod, akkor utána lehet ezzel is dolgozni. Egyébként a nagy zen szent választ tudjuk. Szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindenki segítségére leszünk. Ez a nagy általánosságban az embernek a helyes dolga a zen hagyomány szerint, hogy szerinted mi az, azt kell keresni, hogy mi az, ami szívből jön. Mert ez így csak egy mondat. Elmondjuk sokszor, de hogy amikor ezt úgy megtapasztalod, hogy tényleg a szenvedő lények számtalanok, és mindegy, hogy hányat tudok segíteni, akkor is segíteni kell. És mondjuk nem azt mondani, hogy na, őket gyilkoljuk le, majd akkor lesz nekünk jó. Ugye már ezt is látjuk, hogy sokan ezt csinálják. Úgyhogy hát ez a hosszú válasz. Ha kellően tiszta a tudatod, akkor ezt a nagyon finom jelet könnyebben észreveszed, hogy mi jön a szívedből, mi a te igazán mély vágyad az életedet illetően. És az általában valami olyan szubstanciális. Csak merjük, meg tudjuk meglátni. Mert lehet, hogy ijesztő elsőre. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e az, hogy másnak a gondolatait és érzelmeit megérezni, és hogyha ez lehetséges, akkor hogy tudom én elválasztani attól, hogy az nem az enyém? Tehát, hogy ez mástól jött. Uh-huh. Lehetséges. Tehát ezt elég könnyen meg lehet tapasztalni egy dharmateremben például. Ezért is jó az együttes gyakorlás, hogy leülsz többféle ember mellé, pláne hosszabb elvonulásokon, vagy elvonulásról elvonulásra, és egész más tud lenni. Hogy Pistike mellett ülsz, vagy Béla mellett, vagy Marika mellett. Tehát, és néha konkrétan átjön érzés, gondolat. És nehéz elkülöníteni, ez kétségtelen, de ha kellően tisztán látod, hogy te hogy működsz belül, akkor igazából mindent látsz. Tehát, hogy igen, mi az, ami belőlem jön, mert ismered magad, és ha valami nagyon más jön, vagy kiterjeszted ugye eleve a figyelmedet, és akkor el lehet érni olyan állapotot, hogy tisztán látod a másik embert, és akkor már nem ismerül ez föl, hogy most akkor átjött az ő gondolata, hanem úgy nagyjából van egy megérzésed, és akkor tudod, hogy ez ő. És tudod tartani úgy a határt, hogy az együttérzés azért megmarad. Mert ez is fontos, hogy,
hogy ne ijedjünk meg attól, ami a másik ember felől jön. Mert még lehet, hogyha ijesztő is, igazából lehet, hogy segítségre van szüksége, sőt általában. Az, hogy ennek a mikéntje milyen, az megint egy másik kérdés. De ez a nagyon tiszta figyelem, amit tanulunk, ez kulcskérdés. És magadon kell kezdeni. Mert abban a mértékben látsz, meg abban a mértékben látsz másokat, a gondolataikkal, érzéseikkel együtt, amennyire te magadat látod. És ahol nem látod magad, ott a többieket se fogod. Tehát ahol a vakfoltod, és mindenkinek van, bizonyos hosszú gyakorlat után is még, tehát ez egy never ending story, de azért el lehet jutni egy viszonylag viselhető szintre. De pláne, hogyha magadba beismersz nehézségeket, olyan dolgokat, amik megszenvedtetnek, kapcsolati problémák, kapcsolati gyengeségek, mintázatok, amikkel mindannyian fölnövünk, ilyen-olyan, amolyan. Azt akkor nagyon pontosan látod a másikba is. És ha a tiédet földolgoztad, átláttad, akkor például ebben te egy remek segítő lehetsz a másik ember számára. Mert te már megjártad, és akkor te is szeliden tudod tessékelni a megoldás felé a másikat, aztán meghagyni az autonómiáját, hogy ő oldja meg. De itt ez a kulcskérdés, hogy mennyire látod magadat. Ha jól látod, ha tisztán látod, akkor látod az is, hogy mi honnan ered. Azt szeretném kérdezni, hogy számtalan olyan eset, illetve szituáció adódik az életben, amikor a gondolatok, a beszéd és a cselekedet nem mindig egy nevezőn van. Hogy mi ezzel a dolgunk? Hogy igazából meg sem bántsuk a másikat, illetve, mert van, amikor nem meri kimondani az ember, amit szeretne, vagy nem meri megtenni. És akkor így a gondolat és a cselekedet az már kettő üti egymást. Matematikát kell tanulni, és a törtek közös nevezőre hozását kell elvégezni. Tehát, hogy azonos nevező legyen a gondolat, az érzés és a cselekedet. Kicsit kiebb fejtve a dolgot. Igen, hát ugye ez általában nehéz, mert pont amiatt, hogy ahogyan fölnövekszünk, meg ahogyan belsővé tesszük ezeket a külső szabályokat, először a szülőktől, aztán a óvoda, iskola, és akkor amilyen hatások értek, akkor kialakul ez a belső szabályozó mechanizmus, ami hát úgy nagyjából rendes embernek tart minket, de azért ott vannak ezek az ilyen apaképek, anyaképek, meg nem kapott hiányok, és akkor meg akarunk felelni sok mindenkinek. Tehát, hogy belül azért úgy az élet első felébe, jó esetben csak az első felébe, nem vagyunk annyira szabadok ezektől. És ezért van az, hogy akkor igen, gondolnál már sok minden, de lekorlátozod magad, mert most akkor mégse. És akkor az a baj, hogy ha ezt gondolat útján próbálod rendbe rakni, egy ideig el lehet vele jutni. De hát ezt szerintem már jól tudod, hogy milyen az, amikor valamiről sok ismereted van. És például erről is lehet ilyen pszichológiai ismereteket is, most ugye nagyon divat, nagyon sok mindent el lehet olvasni viszonylag gyorsan, és akkor így mondhatunk ilyeneket, hogy igen, én hordozom az apasebemet, és akkor ebbe az anyakomplexus úgy áll bele, hogy és akkor a tanárom, és teljesen jól meg tud magyarázni magad, de még mindig nem változott semmi. Mert hogy a baj az, hogy amikor gondolattal nekiállunk egy ilyen helyzetnek, hogy most akkor ezt hogy lehetne megoldani, akkor általában elkezdjük növelni a problémát. Tehát, hogy először még csak egy kis-kis gömböcön van, aztán a kis gömböc elkezd enni, és egyre nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb a kis gömböc,
Mócunk Szán zenmesternek is egy ilyen története, hogy egy zenmester csinált egy kis tehenet, és a kis tehén először csak egy rizszemet evett meg, aztán megevett egy teljes tálat, aztán megette magát az edényzetet, aztán megette a párnát, aztán megette a zenmestert, aztán megette a többi gyakorlót, aztán megette a zentermet, aztán megette a templomot, aztán megette a várost, megette a világot. Te is benne vagy a tehénbe, hogy szabadulsz ki belőle. Hát ugye nem úgy, hogy gondolkodsz rajta, mert a gondolkodás növeli a tehenet, és a bendőjét egyre csak tömi és tömi. Azaz, megsokszorozzuk a problémát, ha gondolkodunk róla. Úgyhogy első körben nem szégyen, például egy ilyen elvonuláson, teljesen elvinni a fókuszt bármelyik problematikáról. Erről, meg bármelyik másról is. És akkor kijönni ebből. Ez nem azt jelenti, hogy elhanyagoljuk azt, hanem máshova tesszük az energiát. Kivesszük belőle, hogy az ott az a tehén ne növekedjen. Aztán visszanézünk, lehet, hogy már egy kis csoki, milka csoki bocivá csökken a tehén, amit megeszünk, és eltűnik. Úgyhogy hát kapcsolati szinten, ha most visszatérünk oda, hogy tehát általában minden ott áll vagy bukik, kapcsolatban élő emberek vagyunk, ha kapcsolatokat jól tudjuk csinálni, akkor viszonylag elégedettek vagyunk, ha nem, akkor nem. Nagyon fontos viszonyulás ez, amit mondtam az elején is, hogy úgy hozzáállni a másik emberhez, hogy miben segíthetek. És nem feltétlenül kell ezt a kérdést így verbalizáltan föltenni, hanem hogy most tényleg itt ebben a helyzetben, akár rokonnal, közeli, ott egyre nehezebb megcsinálni, minél közelebbi, hogy most én tényleg mit segíthetek. És hogyha ebből indulsz ki, akkor hiteles leszel, és akkor megkönnyebbedik ez a probléma, hogy most akkor a gondolat, érzés, cselekedet az melyik irányba mutat. És akkor nem lesz az, hogy vétkeztem gondolatban, szóban, cselekedetben és mulasztásban, mert nem fogsz mulasztani. Mulasztani akkor mulasztunk, általában rágódunk és gondolkodunk. Úgyhogy ez egy ilyen olyan probléma, amiből a bonyolultból kell az egyszerű felé haladni. És még az fontos, hogyha őszinte vagy belül magaddal, akkor tudsz hiteles lenni kifelé. Tehát nem játszod a szerepeket. És az a tapasztalatom, hogyha őszinte vagyok magammal, akkor egy helyzetben is az, amit mondok, az a helyzet javára lesz. Tehát, hogy nem lesz belőle bántás, nem lesz belőle a másiknak a szétnyesése, megerőszakolása, ide-oda irányítgatása, mert hogy megpróbálom őszintén azt mondani, ami van. És az őszintesség őszinteséget hoz elő a legtöbbször. Ha valaki nagyon nem őszinte, akkor legfeljebb megijed, és nem tud vele mit csinálni, és akkor kilép a helyzetből. Tehát megéri őszintének lenni, egyrészt sokkal kisebb energia, mert nincs az a sok belső elhárító mechanizmus, hogy tegnap mit mondtam, és most akkor most mit mondok, és hanem mondod, ami van, nem bántólag, és segítő szándékkal, és akkor az megnyitja a másikat is. A két ember között ez az őszinte jelenlét ott tud lenni, az a jelenlét, amit először ülő meditációba gyakorolsz, azt ki tud vinni, be tud vinni a kapcsolatba, akkor ott nagyon szép dolgok tudnak történni. És az a szép, hogy automatikusan, tehát ez olyan, mint hogyha így a zárba a kulcs pont beleillene és kinyitod. Ha gondolkodós a kulcs, akkor nem illik bele a zárba az a dolog. Úgyhogy ez az, amit energetikailag úgy szoktunk mondani a meditációs instrukcióknál, hogy a belső energiád, meg az univerzum energiája itt a gyakorlat során találkozik, és egyé válik. Egyé válsz az univerzális energiával, és egy nagy, egységesített energia leszel. Azaz nem válsz le a dharmáról, nem válsz le a világról, és nem válsz le a másik emberről se, mert ő is a világ része, nem egy
különálló kis angyal vagy szörnyeteg, akivel dolgunk van. Tehát, hogyha tudsz a világhoz kapcsolódni, tudsz a másik emberhez is. És akkor az a szép, amikor utána megy magától, és leültök teázni, és egy jót beszélgettek. És ez még, bocsánat, még ez akkor is tud működni, hogyha nem tudom, 10 évig valami volt, és van egy szép őszinte pillanatod, és akkor az megnyitja a másiknak is a szívét. Ez nagyon szép tud lenni. Köszönöm. Ha látjuk a célunkat, vagy látni véljük a célunkat az életben, ha szavakba foglaljuk, elmondjuk. Akár csak magunkba, de pláne, ha elmondjuk másoknak. Hogyan nem sóvárgás az, hogy mindegy, hogy gazdag akarok lenni, híres, vagy nagy hatalmú ember, vagy zenszerzetes, vagy csak egy remete. Valahol ez mind vágyakozás, valahol ez mind sóvárgás. Ha már megfogalmazom, pláne ki is mondom, hogy nem lesz-e sóvárgás? Jó kérdés. Nem, ez egy nagyon jó kérdés. Itt a kérdés az, hogy ura-e téged az, amire vágysz, vagy szabad vagy tőle. Tehát függesz-e, vagy szabad vagy. Ugye függő az nem tudja elengedni a szert. Nem tudja kivenni a cigit, nem tudja elengedni a poharat. Maximum csak nagyon rövid ideig, és újra kell a következő. Hogyha megemészted a vágyaidat, és ez az irány, Sung San Zen mester sokat mondta ezt a szót, hogy digest your experience. Ezt nagyon szeretem, hogy meg tudod-e emészteni a tapasztalatodat. Itt van-e, vagy leviszed ide tantiembe. És hogyha megemészted, azaz belátod, átlátod, átmész rajta, átengeded magadon, akkor szabaddá válsz tőle. És akkor, ha szabad vagyok, akkor dönthetek úgy, hogy Laci dobhártyáit inzultáljam-e, vagy nem. És szabadon dönthetek úgy, hogy most nem akarom. Hogyha szadista őrült lennék, akkor mindenféleképpen megtenném, és nem tudnék ettől szabadulni. Úgyhogy az, hogyha segíteni akarsz, és látod a szenvedőket, vagy bármi, amiben úgy érzed, hogy neked van lehetőséged adni a világnak. Mert ugye nem kell mindenkinek Teréz anyának lenni, meg zenszerzetesnek, meg elvenni a munkáját a többinek, vagy ne, csak vicc. Nem, tehát nagyon sok módja van annak, hogy segítsünk. Kitakarítani egy WC-t például, tehát most csak, hogy mondjak valami kontrasztost. Úgyhogy amikor megjelenik az igény, akkor ahhoz te természetesen kapcsolódsz, és csinálod. És amikor nincs, akkor úgy is jó. Lehet látni kényszeres segítőket. Ilyen van. A kényszeres segítő az rosszul van, és akkor ő kigondolja, hogy majd mártírként mindenkin segítek. Mert egyszerűbbnek látszik mindenkin segíteni. Ölelem a világot, és mind az enyém lesz. Én nem vagyok jól, de áld a világ, ugye? És ő nem tudja abba hagyni ezt. Mert hogy például azzal, hogy én segítek, és ezt kitalálom magamról, hogy segítő vagyok, és bódhiszattva, akkor ugye hát a törékeny önbecsülésemet fölpumpálom. Persze lyukas máshol, tehát mindig eresztek le, de mindig fölpumpálom egy kicsit, és akkor utána jönnek a kis segítettek, akik rosszul vannak, és akkor én segítek, és akkor fölpumpálodok, hogy nagyon jó. Csak ez a segítő nem tud segített nélkül létezni. Abból táplálkozik.
hogy ő segít. És kétségtelen ez egy gusztusosabb formája az önbecsülés pumpálásnak, gusztusabb mondjuk, mint a szelfizés, hogy milyen szexi lábaim vannak a tengerparton, de azért még mindig ugyanolyasmi. Úgyhogy ha tudsz úgy segíteni, hogyha éppen nincs kin segíteni, akkor is jól vagy, akkor az úgy már jó. És akkor ez egy természetes folyamattá válik. De vágyak nélkül egyébként nem tudunk lenni. Érdemes kipróbálni, hogy milyen az, ha ezen gondolkodsz, hogy a vágy nélküliség, és akkor emlékszem, volt ilyen fázis az életemben, amikor hát gyakoroltam is már, és akkor ugye üresség, meg ez, meg az, és akkor úgy valahogy belejutottam egy olyan állapotba, hogy jó, hát akkor ott voltam otthon, és akkor én most minek menjek le? Minek menjek le enni? Jó, hát valamit talán eszek, de most tök mindegy. Tök nélkülem is el van a világ, meg úgyis üres minden, tehát ez az, amikor gondolatilag ragaszkodsz ehhez, hogy akkor... És akkor el lehet jutni egy ilyen nihilista jellegű vágytalan állapotba, csak szörnyű. Iszonyatosan szörnyű, semminek nincs íze, semmihez nincs kedved. És valójában az egy idő után nem vágytalanság, hanem depresszió. Tehát, hogy az a baj, hogyha nincsen egy trajektória, nincsen egy út, meg nincsen egy célképzet, abba hosszú távon nem érezzük jól magunkat. Egyszerűen ilyen az emberi természet. Csak nem mindegy, hogy mit teszünk oda. És mennyire szabad ez az út. Kényszerpályán vagy szabadon haladó. Úgyhogy valahol én itt fognám meg ennek a velejét. Segítéssel kapcsolatban szeretnék még annyit kérdezni, hogy hogyan tudunk olyan embernek segíteni, aki még önmaga sem tudja, hogy bajban van. Nehezen. Vagy csak álljon készen az ember, amikor szükségét leli rá, és segítséget kér, akkor tudjunk segíteni? Igen. Igen. Köszönöm. Ezt elmondtad. Igen. Tehát amit még lehet tenni, hogy ha látsz szenvedő embert, és ráadásul van hozzá kapcsolatod, tehát találkoztok, akkor legyél ott neki. Ezt sem kell túlzásba vinni, de legyél ott, hallgasd meg, segíts neki, hogyha lehet. És azzal, hogy ott vagy, és ránézel, és elfogadod, és vele vagy, meghallgatod, amit mond, már azt tud változtatni sokszor. Nem úgy, hogy most akkor holnap jön az N-templomba, mert rájött, hogy na, eddig mindent rosszul csinál, most találkoztam ezzel az N-gyakorlóval, és jövök. Lehet ilyen is, de már lehet az, hogy látott valami olyat, amit eddig nem. Érzett valami olyat, amit nem. Ezt még általában ennek a fő része az nem is verbális, hanem maga a figyelem, ami gyógyító. Ugye, ha teljesen odafigyelsz valakire, az gyakorlatilag a szeretet egy formája. És valahol mindenki erre vágyik. Mondhatjuk sok mindennek, de valahol mindannyian szeretetre vágyunk. Például egy ellenpélda, hogy mondjuk a szeretetet nagyon könnyű például szexualizálni, és akkor lehet ez, hogy 128 nőt elfogyasztok, de valójában csak arra vágyom, hogy valaki elfogadjon és szeressen, és odafigyeljen rám. És hogyha ez a pont megvan, akkor nem kell a 127. nő, mert minek? Ugyanígy, hogyha ezt teljesen tisztán bármilyen helyzetben meg tudod adni valakinek, mert te vagy egyébként annyira tiszta és jelenlevő, az óriásit tud változtatni. Maga a minőség. És az ember olyan, hogy tapasztalaton, példa alapján tanul. Sokkal inkább
mint amit mondanak neki. Az is valami, de amikor látsz egy olyan embert, akkor tudod meg, hogy milyen az. Ha látsz egy jelenlévő, odafigyelő embert, akkor tudod, hogy milyen az. És akkor érzed, hogy valami nincs jól, valami ilyen kéne nekem. Úgyhogy valahol itt lehet ezt megfogni, és türelmesnek kell lenni. Tehát, hogy ezt oda tudod adni, és hogyha kérdeznek tőled, hogy de mit kéne csinálnom, akkor lehet. De akkor is úgy, hogy az autonómiája megmaradjon. És aztán utána adja magát a helyzet. De még a legszőrösebb szívű és legbezárkózottabb embernek is igazából egy jó szó, egy figyelmes pillanat kell. De nagyon, azt hiszük, hogy nagyon bonyolultak vagyunk, de nagyon egyszerűek ilyen szempontból. És ez a jó hír. Szeretetfüggők vagyunk? Attól függ, te szeretetfüggő vagy? Ahogy oxigén, étel és ilyen fiziológiai szükséglet, úgy szeretetfüggők is vajon azok vagyunk? Hát bizonyos értelemben igen. És van sokaknál, hogy ez nagyon komoly függés olyan szempontból, hogy mondjuk ha megnézel kapcsolatfüggőséget. Ugye ez egy olyan dolog, hogy nehéz elkülöníteni például a szerelmet, meg ezt az ilyen heves szenvedélyt és a kapcsolatfüggőséget. A különbség az, hogy aki függő módon szeret, az nagyon szereti a közelséget, hogy én nélküled nem tudok élni. Te vagy az életem értelme. Te vagy a mindenem. Oh! Ezeknél a mondatoknál minimum érdemes egy kis ilyen kérdőjellel gyanakodni, ha ilyet mondanak neked, hogy hát nem-e szeretetfüggés van-e. Nem baj, hogyha az van, csak ugye mi a másik oldala ennek, hogyha egy pillanatra is el akarsz onnan menni, akkor ő meghal. Mert hát te vagy az értelme az életének, és akkor ugye, bocsánat, pisilni ki lehet menni, vagy ugye, de ezt nem engedi meg ez a dolog, mert pisilni is jön. És akkor ez a függő, a szeretet függő és kapcsolat függő. Azt hiszem, hogy én nem vagyok függő. Hát az jó. Ennek örülök. Az jó. De azért szeretsz embereket, nem? Szeretek szeretni is, és azt is szeretem, hogyha szeretnek. Nagyon jó. Hát akkor ezt szeressük. Szeretjük. Úgyhogy ez egy természetes szükséglet és igény. Nem mindegy, hogy vagyunk benne. Tehát az, amikor úgy tudsz benne lenni, az úgy mondom a teljes verzió, hogy bírod a szeretett személy közelségét, és bírod azt, hogy adja a szeretetet, és te adsz viszont, tehát kölcsönösen, de azt is bírod, ha távol van. Akkor csak szimplán ember vagy, és jól esik a szeretet, de nem függsz tőle. Ez a függés-nem függés, ez mindig itt van, hogy bírom-e a távolságot, bírom-e a közelséget, vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat. Ugye a másik még olyan verzió is van, hogy nem bírom a közelséget, csak a távolságot, és mindenkit egy idő után ellökök magamtól, mert olyan a kapcsolati mintám, hogy nem hiszem el, hogy engem lehet szeretni, vagy gyanús, vagy hú, de furcsa ilyet, én még soha nem láttam, hogy megölelnek, megpuszilnak meg. Ez engem lehet így is szeretni? Nem kell hozzá beülni aranybutha szobor eréha cukába, és csak így. Tehát most ez a másik verzió, hogy a közelséget nem bírom, csak a távoli dolgot. Úgyhogy mind a közelség, mind a távolság jó, és működik a szeretet kapcsolat, akkor az az úgynevezett helyes szeretet, whatever helyes means. Középút. Szívesen. Köszönöm szépen.
Akkor én kérdezlek a halálról. Igen, visszatértem az életbe. Köszönöm. Szóval mit tudok tenni, ha majd a 40-50 év múlva tényleg ott leszek, hogy az elmenés, az elmúlás, az ne egy szenvedés legyen. Vagy ne azon kattogjak, hogy mi az, amit nem csináltam meg, vagy... Tehát, hogy ennek mi az útja? Hogy ez egy olyan idézőbb kellemes, vagy olyan távozás legyen, ami elviselhető? Mit tudsz most tenni, hogyha ez a pillanat a dharma beszéd után jön el? Most semmit. Semmit? És mi ez a semmi? Akkor javítom, nem tudom. Az jó. Az jó, ha nem tudod, mert az az igazi lényeged, amikor csak nem tudod. Akkor csak nem tudod, akkor ez van. Az égen összeáll a felhő, az égen eltűnik a felhő. Egyik nap süt a nap, másik nap jön egy vihar, dörög az ég, aztán elmegy, és nem dörög. Ilyen pillanatok sorozata az élet. És csinálunk ilyen külön dolgot ebből, hogy a halál. Az is egy pillanat lesz, és ilyen hétköznapi módon egyik pillanatról a másikra egyszer csak eljön. Jelen kell lenni. Jelen kell benne lenni. És nem rávetíteni dolgokat. Csak tisztán, lélegezve a pillanatban lenni. Ami nehezebb dió, hogy mit csinálsz az esetleges szenvedéssel. Mert attól szoktunk félni, és valahol joggal, hogy hát nem mindig hal meg gyorsan az ember. És az... Hát az nem tud könny, az valamikor nagyon nehéz. És hát amit tudsz tenni ilyenkor, és már úgymond készülve sok mindenre, hogy gyakorolsz, mert hogy nem véletlenül mondták régen azt, hogy mindenféle, sőt Platón mondta azt hiszem ezt, hogy minden filozófia valójában a halálra való készülés. De... Ha tovább lépünk a filozófiáról, akkor minden gyakorlás, minden egyes pillanat, amikor bejövünk a dharma terembe, a halálra való készülés is. Úgyhogy, hogyha megvan ez a pont, amit a szívszutra tanít, hogy kezdődik úgy, hogy Avalokiteśvara bódhiszattva a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, azaz gyakorlat által a meditációban látja, hogy igaz természetében az öt szkanda üres, és ezzel minden szenvedést meghalad. Ez egy kulcsmondat, az egész hagyománynak a kulcsmondata, nem véletlenül a meghaladó bölcsesség szíve szutra. Ez azt jelenti, hogy a lényege. Mi ez az öt szkanda? Ez az öt személyiség alkotó, amit annó az egyik buddhista tanításban Buddha emlegetett. Lehetne más személyiség alkotókat is megfogalmazni, ő így fogalmazta meg. Énekeljük minden nap. Forma, érzés, érzékelés, akarat, tudatosság. Ebben benne van minden, ami téged, meg mindannyiunkat alkot. Test, ez egy nagyon jó kis forma, de nem csak ez, absztrakt formája van az érzéseinknek, gondolatainknak. Ezeket érezzük, érzékeljük, tehát bejön a receptoron, be az agyba, megfelelő központba kialakul az érzet, és aztán ezt még osztályozzuk is. Kellemes, kellemetlen, semleges, agyából ez. Van akaratunk, ez az akarat a karma maga, hogy jön ez az kellemes, kellemetlen, semleges, mit csinálsz? Akarsz még többet?
ellököd magadtól, vagy azt mondod, hogy ez most nem érdekel. Ez attól fog függeni, hogy addig te milyen szokásokat tettél magadévá. Ez lesz az akaratod, az akarat vektorod. Mit csinálsz egy helyzetbe? Más néven karma. És a tudatosság, ami maga az elme, és ami működteti, és ami összefogja ezt az egészet. Na és erre mondja ki a szutra, hogy valójában mindez üres. Azaz nincsen öntermészete. Létrejött, és ha elmúlnak azok a feltételek, amik egyben tartják, például a testet, akkor eltűnik. Forma is, az érzés is, az érzékelés is, az akarat is, tudatosság is. Erre van ez, amit a zen versben olvasol, hogy az élet olyan, mint az égen összeálló felhő, a halál olyan, mint az égen szétoszló felhő. A felhő eredetileg nem létezik, de valami van, ami mégis tiszta és egyszerű. Mi ez az egyszerű és tiszta? Ugye ez a pont, hogy mi az, ami nem csak a testem. Tehát ez egy bérautó, ahogy a Zungzan mester tanította. Van, akinek magyar autója van akinek koreai, neki koreai volt, van, akinek amerikai, de ezt bérbe kapjuk, és használjuk. Egy ideig aztán tönkre megy, kiszállunk belőle, és megyünk tovább. Tehát ennek a tanításnak, a szívszutrának, a tanításának a lényegét, hogyha fölfogod, és nem csak érted már, hanem megemészted, ezért énekeljük napjába háromszor, akkor ez hosszú távon segít ebben a folyamatban. A fájdalom így is lesz. Tehát a fájdalmat nem tudod kiiktatni egy ülésbe is. Hányszor fáj. De hogy mennyire szenvedsz a fájdalomtól, az azért valamennyire a kezedben van. Úgyhogy nagyon sok szívszutra és elmélyített szívszutra szükségeltetik. Aztán majd meglátjuk, hogy mi van, ha jön a halál. Köszönöm én is a lehetőséget. Én most csemtem egy kérdést, ami részben az én kérdésem is, de mosogatás közben, illetve a fiúk mosogattak, én csak néztem őket, jött fel egy olyan kérdés, hogy azt, amit itt megélünk, 4:40-es kelés, van, aki már 3-kor is föl kell, van, aki meg 5 előtt 2 perccel, szóval a reggeli felkelést valahogyan megéljük itt, mert úgymond kötelező. Együtt élünk a szangával, és nagyon szépen beleilleszkedünk ebben a 4 napba, ebbe a keretbe, majd hazamegyünk, és otthon ez valahogy sehogy nem akar összejönni. Részben magamról is beszélek nyilván, mert amíg nem voltam rendszeres sportoló, addig nagyon nehezemre esett nekem is a felkelés, aztán valahová be kellett illeszteni a rendszerességet, és máshová nem lehetett csak a reggelbe beilleszteni. Így nekem ez most kevésbé okoz problémát, mint esetleg másnak a 4:40-es kelés, vagy az 5 órási kelés. Én azt ajánlottam akkor a fiúknak, hogy ami nekem sokat segített, és ezt már innen hoztam magammal, amikor hálát adok, reggel kinyitom a szemem, és itt tanultam meg azt, hogy minden nap egy új nap. És mindent úgy kezdjünk, mintha ez lenne az első. És mire végig gondolom ezt reggel, addigra kinyílik a szemem, hogy miért is vagyok hálás, és talán akkor így könnyebb az egész. De van-e esetleg más mód arra, hogy amit itt tanulunk, azt, mert nekem sem sikerül beillesztenem a való életembe, hogyan lehet egy kicsit megkönnyíteni? Van erre egyáltalán valamilyen módszer, hogy, hogy az itt tanultakat átvigyük a való életbe? Hát az itt tanultakat átvinni a való életbe úgy lehet, hogy kint is csinálod. Sőt, ebben segít az, hogy a templomi benti teret és a külvilági kinti teret nem hozod létre,
hanem a kettő szépen egybe kapcsolódik. Ez ugye nagyon nagy általánosság. Ez, amit mondtál, neked működik, és ez teljesen jól működhet. Lehet azt csinálni, ez például egy jó gyakorlat, hogy énekeltünk sok Vanszem Bószált, hogy ahogy fölkelsz, egyből elkezded mondani. Az még olyan félkómás állapotban is, pláne ha sokat gyakoroltad, működni fog. Fölébredsz, és akkor magadba Vanszem Bószál. Ha nincs ott senki melletted, akkor akár hangosan is mondhatod. És akkor ezzel kelsz föl. Vagy lehet akár ezt úgy csinálni, hogy akkor fölkeléstől mindig 10 perc Vanszem Bószált megcsinálsz, még ott úgy az ágyba. És akkor ami alatt ezt megcsináltad, akkor már jó is leszel. Ez lehet egy verzió. Ha még zenesebb vagy, nem tudom, megtetszenek a gyakorlatok, akkor a leborulás is nagyon jó reggel. Tehát megvolt ez, és akkor rögtön leborulsz. És az is úgy visszahoz a testbe. Mert még van ott az az állapot, amikor úgy már benne vagy valamennyire a testedbe, de azért van ott még kapcsolódni való. Amikor leborulsz egy párszor, akkor belekerülsz, és akkor beindul egy kicsit a vérkeringés, és jó lesz. Úgyhogy még ez az, amit lehet csinálni. És hát az is jó, amit mondtál, hogy minden napért hálásnak lehet lenni, illetve van egy olyan zenmondás is, ami ott van azon a kalligráfián, hogy minden nap jó nap. Úgyhogy ezt is elmondhatod magadnak, hogy minden nap jó nap, ez is. Egyébként a személyes tapasztalatom erről az, hogy nekem szörnyen nehezek a reggelek a templomban, tekintettel arra, hogy alapvetően egy bagoly típusú ember vagyok. Éjszaka nagyon szeretek lenni, és gyakorolni meg bármilyen reggel, az nem. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy mindig megfogalmazom magamnak utólag, hogy nem reggel 4.30-kor, 4.40-kor szeretném kitölteni arról a kérdőívet, hogy szeretem-e a zent, és szeretek-e a templomba lenni, mert akkor olyan csúnya választ adnék rá. És akkor én azt szoktam csinálni, hogy ha ez van, akkor megélem. Hogy most marhára frusztrált vagyok, és semmi kedvem nincs fölkelni, és hagyjanak engem végén, és aztán lejövök. És elmúlik. Tehát, hogy eddig még mindig itt voltam a darmaterembe. Úgyhogy ez is működhet. Hogy egyszerűen megéled azt, hogy most mi van? Hát most rosszul érzem magam, és ez is egy érzés. Ez is egy ilyen kis hang, ami így beszél a kis füledbe, hogy ne menjél le, aludjál még. Nem kell meghallgatni azt a harangéneket, hát nem. Úgyis eléneklik, hát nélkülem is eléneklik. Aludhatok egy kicsit. Jó. És akkor szépen föl kell, és lejössz. Úgyhogy bármelyik a háromból jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ez lehet, hogy kivágjátok. Most nem tudom, honnan jött a... Mi a véleményed a pálmalevelekről? A pálmalevelekről? Nem az, ami Hawaiion van, hanem ugye, ami előre meg van írva állítólag embereknek. Nagyon jó a kérdés. Nem ismerem mélybehatóan, hogy a pálmalevelek hogy jöttek létre. Tudom, hogy van ilyen. Zenen belül és a zen gyakorlat szempontjából nem szoktunk foglalkozni azzal, hogy most mondja meg valaki kívülről, hogy mi a sors, mi a út, stb. Vannak ilyen technikák, ismerünk sok mindent. Asztrológia, ilyen, olyan, amolyan dolog, jóslás, ezeknek lehet az a jó oldala, hogy tegyük föl, hogy valamit tudnak. Hogy mondd egy aktuális állapotot, hogy amilyen mondjuk a születésedkor vagy, vagy amilyen egy adott pillanatban tűnhet, hogy mi a jövő. De mindig nagyon sok fajta jövő lehetséges. Tőled függ. Hogy most tőled függ, hogy most fölteszed-e a kérdést, vagy nem. Vagy megválaszolom, vagy kimegyek, és elmegyek aludni. Tehát, hogy megtehetném,
Nem valószínű nyilván, mert kulturált emberi lények vagyunk, de meg lehetne tenni. Tehát, hogy mindig rengetegféle jövő lehetséges. És persze vannak dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni, de már azzal, hogy a viszonyulást hozzá tudjuk befolyásolni, azzal az egész rendszert megváltoztatjuk. Tehát azért nem foglalkozunk ezekkel kifejezetten, mert lekorlátoz. Tehát az, hogyha valaki neked megmondja, hogy most akkor te innen kimész, és akkor utána 10 év múlva királynővé fognak koronázni Botswanában, akkor ez itt a bilincs. És lehet olyat is látni, amikor valaki kap egy jóslatot, hogy kiolvassák a tenyeréből, hogy ez is korán meg fogsz halni. És volt ilyen a családban, hogy valaki kapott egy rokon jóslatot, és aztán utána ez annyira megterhelte, hogy mindenféle szereket használt, meg alkohol egyéb, és lecsúszott, és hamar meghalt. Igen, na de hát eleve már ez a teher hozzáad, hogy akkor hamar meg fogok halni, és akkor nem tudod elviselni. Tehát nagyon sokszor tud ez önbeteljesítővé is válni. Én azt mondom, hogy minden, amivel dolog van, az itt van ebbe a pillanatba. Tehát a múlt, jelen, jövő összes karmája itt összpontosul. Pláne, hogy a múlt már nincs, a jövő még nincs. A jelen meg szintén megfoghatatlan, mert ahogy kimondom, hogy jelen már elmúlt. Tehát, hogy minden itt van, amivel dolgom van. Mert tök mindegy, hogy elgondoljuk, hogy 20 év múlva mi lesz, most alapozom meg, hogy mi lesz 20 év múlva. Ez a karma, ez a tudatosság lesz ott. Egy folyamat végén. És majd onnan is lesz egy további folyamat. Tehát mi az, amit itt most meg tudunk tenni? Mi az, amire most rá tudunk ébredni? És az mindig ez. Hogy itt ebben a pillanatban mi van. Most abban a pillanatban se tenyérjóslás, se pálmalevél, se jövő, se múlt nincs. Az ennek ez az alapállása az egyik szutrából, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Mert a múlt, jelen, jövő a gondolatokban létezik csak, a fejünkben létezik. Valójában mindig ez a pillanat van. A halál pillanatában is. Ez a pillanat van. És nincs utána, és nincs előtte. A többi mind rávetített kép. Ez egy nehéz absztrakt gondolat, de kellően paradox ahhoz, hogy birizgálja a gyakorlói ambíciónkat. Úgyhogy nyugodtan meg lehet mindent nézni, tehát nem tiltom meg, meg Csongan Szunim se tiltja meg senki, csak óvatosan mindenféle olyan dologgal, amikor valaki kívülről meg akarja mondani, hogy milyen vagy, mert még a végén olyan leszel. És ha rossz irányba telel, akkor az azért baj, ha jó irányba, az is baj. Úgyhogy hát vállaljunk felelősséget a pillanatért, meg az abban lévő karmáért, és akkor az nagyon szép pálmalevelet ír. Nézetem meg. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hát akkor köszönöm szépen, hogy ennyi jó kérdést tettetek föl, és még inkább köszönöm azt az őszinte gyakorlást, amit a előző napokban itt a Dharmateremben meg azon kívül végeztetek, ez nagyszerű, és még nincs vége. Úgyhogy még ez, ami hátra van, ezt ugyanezzel a lendülettel csináljuk végig együtt, és azzal a gyakorlattal, amit itt csinálunk, szépen csöndben, nem ártva, csak figyelve, éberen, azzal tudunk magunknak segíteni, a csoportunknak, a családunknak, és végső soron azzal tudunk szépen lassan az egész környezetünknek, társadalmunknak segíteni, úgyhogy kívánom, hogy ezt az utat
járjuk együtt minden lény javára, és gyertek vissza minél többször gyakorolni, hogyha erre visz az utatok. Köszönöm szépen!